más városban szédelegben. Beültünk egy terembe, furcsa helyre keveredtünk. Egy család mellé telepettünk, vettünk apró darabját, szánkba tettük a morzsákat, szemünk aztán jobbra tévedt, figyelt a család képet, nyugodt, rágás, tompa szemet, berögződött rutin lett, biztos a sokadik alkalom, az ugyanitt, ugyanazt falhatom. Na-na-na-na-na-na. Asztalukon testett a bőség, úgy látszik itt ő törzs vendég. Anyu csinos ruhában ül, a krumpli majonéz alá merül, apu kézből szájba etett, a fia látszik nehéz esett, öcsi jut eszembe róla, ő is romlik évek óta, annál százszor külön mégis, mert a szenny kívülről éri. Na 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 na. Egyszer talán kirügyezik belső tiszta világa, s a trágya burkon áttörve omlik majd ki virága. Elment már rég a család, ott hagyták a fél vacsorát. Élelmesen neki láttunk, megettük, amit találtunk. Mit tettünk, csak nevettünk, nyomok nélkül eltűntünk. Mit tettünk, csak nevettünk, nyomok nélkül eltűntünk. Mit tettünk, csak nevettünk, nyomok nélkül eltűntünk. Mit tettünk, nevettünk, nyomok nélkül eltűntünk.
Sziasztok, ez itt a Kelet Underground rádió műsor 19. adása, én Pap Misi vagyok. Az elmúlt percekben debreceni Varga Dóra Más városban című száma nyitotta a sort, majd hajdóhatházi hard rock zenét játszó Souls zenekartól a Péntek Péntekig című számot hallhattátok, utána pedig a debreceni Mindwalk Collapse of a Story Line című nótájuk volt hallható, akik a metal műfajban tevékenykednek. Róluk információkat találhatok a keletunderground.hu oldalon, ugyanis ők is a 4. Kelet Underground tehetségkutató fellépői közé tartoznak, csak ők nem vettek már részt a 3. szavazáson. Viszont a mai műsor fő témája a 3. szavazás eredménye, és a legvégén még egy Escape Zero 7 interjú is hallható lesz. Elérhetőségeink keletunderground.hu, itt lehet a tehetségkutatóval és rengeteg zenekar információval találkozni, illetve a Facebookon a nyílt Kelet Underground csoportban rengeteg érdekesség található. Ha valaki e-mailt szeretné írni, a keletunderground@gmail.com címen teheti meg. Elérkeztünk a 4. Kelet Underground tehetségkutató zenekari jelentkezés lezárásához. Közel 30 zenekar jelentkezett, és hamarosan láthatjátok majd a keletunderground.hu oldalon a 3 helyszínes beosztást. Debrecenbe és Balmazújvároson lesznek helyszínek. Októberbe és november legelején lesznek lebonyolítva szombatonként. Ezek a programok érdemes lesz ellátogatni. A döntő pedig december elején lesz látható, hallható itt Debrecenben. Bárki a keletunderground.hu oldalon a zenekarok menüre rákattint, és ott rászűr a tehetségkutatós zenekarokra, akkor mindenkiről olvasható információ, hallható zene, látható egy kép, tehát érdemes böngészgetni a honlapot. És akkor, mint említettem, a 3. szavazás eredménye fog következni, fordított sorrendben, mint az elmúlt időszakban már megszokhattátok. Az utolsó két helyezett a 6 zenekarra való szavazásból a Living Steel és a Baby on the Woods nevű zenekarok. A mezőkövesdi Living Steel zenekar 4 tagot számlál, metal műfajban tevékenykednek, körülbelül 2 éve alakultak, és megjelent egy 2013-as demójuk 2 számmal, a Becsület hol marad és Talán még várnak valahol című számmal, és az utóbbit fogjuk hallani nem sokára. A Baby on the Woods Kecskemétről érkezik majd hozzánk, garázs, punk rock zenével, ugyancsak 4-tegű formációról van szó, és rengeteg felvételt tudnak már maguk mögött. 2010-2012-ben is volt felvételük, és most a legutóbbi 2013-as felvételük fog következni One of Them címmel. Aztán következik a The Endre nevű zenekar, akik 2 szavazattal elfoglalták a TOS előtti pozíciót. Ők egy szeghalomi zenekar, punk rock, garage rock, alternatív rock, pszichedelikus rock stílusirányzatok keverékét játsszák. 2012-ben felvett demójukról a Teleport című szám fog következni. Kelet! Underground. Szeptember 20-án pénteken a debreceni Kaptár Music Clubban este 7 órai kezdett el Metallica, Guns N' Roses és Faith No More tributest a következő fellépőkkel: Scary Guys, Reckless Roses és Faith No More. Kaptár Music Club, Debrecen, Domb utca 1. További info www.devrock.hu. We'll be right back.
vagyok, ellenfutható. A gonosz elől mi megtalál, csak belegülök az időrán. S valamikor az esőben álltam, a megfelelő időt vártam. Nem tudtam, mire számíthatok még. Eljött, amit ő régóta féltem, a hajnal, de ez már meg sem ére. Lábam vissza, mert eszem, mondja, az út a szabadság illatát adja. Lesz-e hely, hol szívesen láttak még? Egy táskit fentről nekem szántak pótolni, mint belőlem kivágta. Pedig már rég ki akartam szállni, de nem engedték abba hagyni megállni. Elszakadtam mindentől, mi jó volt. Muszáj most már véget vennem, minden rosszak, mint megtetszem. Menekülök minden előtt, bújdoklok, mi nyomom ki ül. Talán még várnak rám valahol, addig szívem zakatol. Menekülök minden előtt, bújdoklok, mi nyomom ki ül. Talán még várnak rám valahol, s az éjszaka csókraig ajtamon. Sokára fel kell már a nap, a koros sötétség mindent felad. A félelmet felváltja a remény, kezembe véve sorsomat, keresek magamnak új utat. S ha egyszer végre véget ér, kiderül ez az egész mennyit ér. Mire volt jó minden, amit tettem? Volt-e érteve a hosszú utam? Erre hoztam, amit elrontottam. Menekülök minden előtt, bújdoklok, mi nyomom ki ül. Talán még várnak rám valahol, addig szívem zakatol. Menekülök minden előtt, bújdoklok, mi nyomom ki ül. Talán még várnak rám valahol, s az éjszaka csókjaik ajtamon. Hey, baby.
város sietek és csapatom az égben. Mesztelenül Budapesten láthatok a fényben. Szagolom a magyar arcú beton egő utcát. Hordítom a tudatot, meg a szívet utcát. Sétálok réges régben, szép mesékben. Sétálok állomáson, állomáson. És igyekezem, megértem a szútrát. Lényeket a tabikonát, követem a bútrát. Reggel kellett mosolyogva, dörött rabigába. Szép szerelem, minden nekem még csincsiába. Sétáló réges régben, szép mesékben. Sétáló állomáson, áltomáson. Álmom lásson, nem fázol. Nem tudsz vele mit kezdeni, hogy örökségem kutya lesz. Vagy hiszen egy márvány, gyöngyörű egy anya. Ott van a szivárvány, átölel a törés homlokon csókol. Szemben a Kaptár Music Clubban szeptember 21-én szombaton este félhetes kezdéssel 4. Black Rome Fest. Fellépők: Dordeduch, Neochrome, Neotis, Cast, Svojt, Gothic. Kaptár Music Club, Debrecen, Domb utca 1. További info www.debrock.hu. Kelet! Underground. Az elmúlt percekben a Living Steel, a Baby on the Woods és a Adi Endre, vagy Ödő Endre nevű zenekartól egy-egy számot hallhattatok. Ne feledjétek, hamarosan, októberben indulnak a 4. Kelet Underground tehetségkutató elődöntői Debrecen és Balmazújváros helyszínekkel, úgyhogy érdemes tájékozódni a keletunderground.hu oldalon. És akkor folytatva tovább a 3. szavazás eredményét, most már a dobogósok következnek, ugye a 6 zenekarra lehetett legutóbb szavazni. Igazából Holt versenyben 8-8 szavazattal a Recall és a As Far As I Remember zenekarok lettek a dobogós helyezettek. Kezdjük akkor az Agri As Far As I Remember-rel, ők metal korzenét játszanak. 2012-re tehető az alapítás dátuma, és még abban az évben Hard to Find a World című EP-t készítettek el, és arról most a Kárba Vész című számot fogjuk hallani.
Utána pedig a Mátra Derecskei Recall zenekar következik, rock, akusztikus stílus irányzat meghatározással, ugyanúgy 2012-ben alakult, mint az előző zenekar. 2013-as demójukról a Nem emlékszem a múltra című szám forog másodperceken belül. Végül pedig a Közösséges Hangok zenekartól nem csak hogy egy számot, hanem egy bemutatkozó interjút is hallani fogtok, ugyanis ők nyerték meg a harmadik szavazást 17 szavazattal, úgyhogy nem is szaporítanám tovább a szót, következzen tőlük ez a bemutatkozás, és még pluszban a Vallomás című szám. Kelet! Ez teljesen hülye!
rám sem ismer. Ha visszafordatnám az idő keretét, akkor talán újra emlékeznék egy régi pillanatra, hol újra hallanám hangodat. Talán a régi fényképe visszahozták az emléket, mi vagyunk a közönséges hangok zenekar Nagyhegyesről. Nyár van, végre már, hol van a beton, vites a tangár. Meleg van és nincsen szörünk, kiszáradt a szám. Saját dalokat is játszunk rock és punk rock stílusban. Célunk, hogy minél több emberhez eljusson a zenénk, és hogy virágozzon a magyar rock zene. A dobbőrt akar, tibölög a heavy metal. Bárfúrt májt, szövel a szupacos, borsom a kort gyulga. Elvetem őt szemmel nézni a pogódó csajokat. 2012-ben alakult meg a zenekar. Eleinte csak hárman próbáltunk, később csatlakozott hozzánk Tomi, az énekes és Dori a basszusgitáros. Hogy van, itt a nyár, minden éjjel csak rám vár, itt magadok, jó utánodok. Haza. 2013. júliusában vettük fel az első számunkat, a Nyár című dalt. Ezt a dalt a dobos kolléga írta a fizika órán hirtelen felindulásból. Munkánk volt vele bőven, de végül kitisztult a dolog, és megszületett a kész dal. Múli van, itt a nyár, minden éjjel csak rám vár. Kész magadok, jó utánodok, minden jó csak meg. Múli van, itt a nyár, minden éjjel csak rám vár. Kész magadok, jó utánodok. Szeretnénk az eddigiektől is több fellépést, illetve fejleszteni a felszereléseinket. Hideg van és nincsen pulcsém, de lesz már a szám. Ebben az évben szeretnénk még pár új dallal szolgálni a népnek, és minél nagyobb közönségeknek megmutatni magunkat. Buli van, itt a nyár, minden éjjel csak rám vár. Visszogatok, jó tanulok, minden jó csak meg. Buli van, itt a nyár, minden éjjel csak rám vár. A zenekar tagjai pedig Oláh Tamás, ének, Marosán Imre, dob, Kis Máté, ritmusgitár, Lukács Dóra, basszusgitár, és végül jó magam, Szalontai Márton a szólógitárnál.
Szeptember 20-án pénteken a Debreceni Kaptár Music Klubban este 7 órai kezdett el Metallica, Guns N' Roses és Faith No More tributest a következő fellépőkkel: Scary Guys, Reckless Roses és Faith No More. Kaptár Music Klub, Debrecen, Dombuc 1. További info www.devrock.hu. Debrecenben a Kaptár Music Klubban szeptember 21-én szombaton este 6:30 kezdéssel 4. Black Rome Fest. Fellépők: Dordeduch, Neochrome, Neotis, Cast, Svoid, Gothic. Kaptár Music Klub, Debrecen, Dombuc 1. További info www.debrock.hu. Kelet! Underground! Az elmúlt percekben az As Far As I Remember, a Recall és a közönséges hangoktól hallhattatok egy-egy számot, és az utóbbitől a közönséges hangoktól még egy bemutatkozó interjút is.
És akkor mielőtt még egy bemutatkozó beszélgetés következne Debrecen Escape 07 zenekarral, előtte következően egy kis programajánló. Szeptember 27-én Nyíregyházi Romkertbe fellép az Action a Debreceni Dash zenekartársaságában, és egy nappal később pedig, azaz szeptember 28-án a Hajdúszoboszlói Rock Caféban is tiszteletét teszi az Action. További koncertinformációkat olvashattok a keletunderground.hu oldalon és a Kelet Underground nyílt Facebook csoportban, és igazából meg is oszthattok, úgyhogy mindenképp érdemes taggá válni, nézegetni ezeket a fórumokat. Végül nem maradt más, mint az elköszönés, mindenkinek kellemes időtöltést, rockzenében gazdag őszt kívánunk, és két hét múlva már részletesebb 4. Kelet Underground tehetségkutató információkkal fogunk jelentkezni. Sziasztok! Kelet! Üdvözlöm az Escape 07 zenekar tagjait, és szeretném Kálmán Dániel gitáros megkérni, hogy mutassa be a zenekart. Nos hát, sziasztok! Hát olyan 2011 körül indult, én és Gergő dobosunk kezdtünk el próbálni egy mélygarázsban végül is, és később, eléggé kicsit nyögvenyelős időszak után sikerült megtalálni Lacit, a másik gitárost, később Tomit és Mátét, aki énekel. Ilyen koncerteitek, felvételetek készült ebben az elmúlt időszakban? Volt egy egyszámos Values, mégis a legegyszerűbb számunkat felvettük, ami ugyanúgy húzós, mint a többi. Az év első felében készült el. Miért ezt választottátok, hogyha van ugye több számotok is? Megbeszéltük a srácokkal, hogy valami ütős, de mégis egyszerű számot kéne felvenni, és hát így a Values című számra esett a választás, mert nincsenek benne ilyen nagyobb tempótörések. Szövegvilágilag a többi számmal mennyire hasonló, miről szólnak a nóták? Nagyjából számoként különböző, tehát ilyen párkapcsolati témától kezdve akár ilyen önértékelési zavarokról is szólnak, illetve van még más, valami pozitívabb, valami kicsit ilyen borúsabban látja a dolgokat, tehát így változó. Akkor akár a zenekar neve is valamennyire tükrözi ezt? Az Escape alapvetően egy ilyen elgondolás volt, hogy a kilépés ebből a világból, ami alapvetően nem egy pozitív, és 07-et pedig egy végig is így megbolondítani az egészet, tehát így utalva arra, hogy elég progresszív maga a dolog is, amit csinálunk, és ilyen kicsit játékosá teszi ezt a elnevezést. És az utóbbi, most egy évben mi történt a zenekarral? Az első koncertünk, a debütáló koncertünk az a szilveszteri bulin történt meg. Egész jól fogadta a közönség, örültünk, hogy ennyi embernek tetszett a zenénk. Szerintem a legnagyobb áttörése a zenekarnak az a, nem tudom már pontosan mikor volt, sikerült a Blind Myself előtt játszanunk, ami szerintem úgy megmozgatta a zenekar közönségét, hogy így mondjam. Úgyhogy szerintem az volt a legnagyobb áttörésünk. De az egész zenekarra én személy szerint egy ugornyai bulin sikerült találkoznom. Gergőt meg Danit már ismertem régebb óta, de Lacit és Tomit később ismertem meg. És előtte énekes fronton akkor ki jeleskedett? Hát előtte én jeleskedtem, valamilyen szinten próbáltunk így hármasba, már Lacival és Tomival is négyesben, így, hogy én voltam mint frontember is, tehát gitáros énekes poszton, de egy a témáknak a komplexitása miatt mindenképpen keresni akartunk egy embert, és egyébként már régóta, tehát már egy ugornyai parti előtt is Mátéban gondolkodtunk. Akkor így maradt a vokál. Hát igen, ilyen kiegészítő jellegű sávok, tehát akár éneksáv is, az mindenképpen szerintem fontos egy zenekarban, hogyha ki van dolgozva énekel együtt, külön vokál. Sokat dob az egészen. És a mostani aktualitások még? Tehát ha jól tudom, lesz egy mini turné, erről meséltek egy kicsit. Igen, két jó barát zenekarunkkal indulunk Egerbe és Nyíregyházára, a Pit of Sarondal és a Black Honey zenekarral. Az egész Pongor Balázs érdeme, tehát ő szervezte az egész mini turnét. Szeptember 20-án pénteken a Gödör Kult Klubban, ez Egerben, 21-én pedig a Nyíregyházi Romkertben lesz megrendezve a koncertsorozat. Egyéb tervek most erre az évre, vagy a későbbiekre? Később megyünk októberben Miskolcra, 19-én, illetve szeretnénk még két számot felvenni, hogy azért így megismerjék a zenekarunkat. Utána pedig majd, hogyha a számok is úgy alakulnak, akkor egy nagy lemez szeretnénk kiadni valamikor jövő nyáron, vagy télen, még erről konkrét dolgot nem tudok mondani. Meg persze én
személy szerint szeretnék így egy ilyen nagyobb turnét rendezni a nyáron, csak ez még ugyebár kedvis kell, meg anyagiak is. És hol vagytok elérhetőek? Egyelőre csak Facebookon találhatnak meg minket az emberek, illetve így szerintem ugyanúgy a tagokat külön Facebookon, meg SoundCloudon vannak a nótáink, amiket eddig felvettünk, és ott meghallgathatnak minket az emberek. Akkor köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen!